A Reakció országos interaktív bűnmegelőzési program október 5-én 38. helyszínére érkezett. Az akció szereplői a Tatabányai Szakképzési Centrum, Alapi Gáspár Szakgimnázium és Szakközépiskola udvarán. Többek között olyan bűncselekményeket játszottak el és mutattak be, amelyekkel bármely fiatal kapcsolatba kerülhet, akár áldozatként, akár elkövetőként. Rablás, testi sértés, kábítószer birtoklás, közlekedési baleset, garázda magatartás, rongálás. Az előadások során ezen cselekmények következményeivel is szembesültek a diákok, legyen az egy megrongálódott jármű, egy végzetes sérülés vagy egy büntető eljárás. A Reakció bűnmegelőzési program 2015-ben indult útjára, az Interaktív Polisz elnevezésű kezdeményezést folytatva vált országos programmá. A célunk az volt, hogy igazából az iskolában a fiatalok között tapasztalható erőszakot csökkentsük, a fiatalok által elkövetett bűncselekmények számát csökkentsük, illetve tényleg arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a konfliktusokat lehet erőszakmentesen is megoldani. És igazából ebben a programban köznapi szituációkat viszünk színpadra, és úgy adunk át prevenciós ismereteket, hogy komplex módszerekkel és több célcsoportot megszólítva. És mint hangsúlyozom, interaktívan. Van egy ilyen régi bölcsesség, hogy ha csak elmondod, akkor elfelejtem. Ha megmutatod, akkor talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, akkor megértem. És a program pont erre épül, erre a szellemiségre, hogy igazából az előadások alkalmával is, illetve kint a külső bemutatókon is bevonjuk a közönséget. Szerepel a közönség, részt vesznek benne, tapasztalják, és akkor igazából egyfajta ilyen közvetlen élményt nyújt, és így beépül a személyiségbe. És nem csak egy külső kontroll lesz maga a szabálytudat, hanem igazából belsővé válik, az énjüké válik. A program mottója: egy rossz döntés egy életre szólhat. Minden rossz döntést követ egy reakció. A cél a bűnmegelőzés. A diákok 12 előadás keretében kapcsolatteremtő, érdeklődés felkeltő, különböző bűnmegelőzési témákra rávezető alapismereteket átadó interaktív foglalkozásokon vettek részt. A programnak az égisze az a kockázat döntés következmény, hogy egy rossz döntéssel lehet akár egy teljesen életre szóló következményt okozni, elveszíthetjük céljainkat, vágyainkat, és az előadások pont erről szólnak, a stressz és a döntés kapcsolatáról, a döntési helyzetekről, elsőségi nyújtás ismeretekről, vagy éppen esetleg a jós védelemről. De van mellette felelős állattartás is, illetve van mellette vagyonvédelem is. Tehát számtalan elég széles a internetes veszélyek, ugye az már ilyen a mai generáció, alfa, Z generáció, de mondjuk inkább a Z-hez szólunk, ugye már teljes, mert az online világban élnek. Tehát az offline részt már igazából sokszor az online-nak a kárára megy. Lepattintod a kezemre, érted? Lepattintottam! Hogy megjárt a színjeket, hallott, megjártom, én olyan szinte legyarul az arcát, érted? Hadd kérdezem meg. Ugye, kérdezted meg? Ugye, mondta az Abraham például. Itt mit csinált velem az Abraham? Idegesítettem. A külső szituációban pedig olyan elemeket viszünk színpadra, kortárs diákokkal, tehát ebben benne van a Tánkároly Ökoiskola, benne vannak a rendőrségben, vagy a BRFK, ORFK, benne van a tűzoltóság, most már katasztrófavédelem, benne vannak a TONFA csoport, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, intézkedés taktikai alosztály, a polgárőrség, Zuglóból, Erzsébet város, tehát számtalan helyről. Egy állandó csapat, BVOP, őt is kihangsúlyoznám mindenképpen, meg ugye mellette a technikusokat is, kutyások is vannak benne, a bűnügyi kutyavető osztály, egy ilyen 60 fős brigád, és az ő segítségükkel, illetve a kortárs diákok segítségével olyan szituációt viszünk színpadra, amivel találkozhatnak. Legyen az rablás, legyen az csoportos garázdaság, legyen az kábítószer birtoklás, éppen kábítószer kereskedelem, vagy éppen diszkóból esett. És nem csak magát a szituációt viszi színpadra, hanem a megelőző helyzetet is, a döntési helyzetet is, hogy hogyan alakul ki a csoportnyomás, milyen hatással vannak egymásra a barátok. És utána pedig bemutatjuk az egész büntető eljárás teljes folyamatát, tehát igazából a BVOP zárkát is telepít ki, tehát igazából végigvisszük a büntető eljárást is. Akár most az ügyészség, a bíróság, a nyomozati cselekmények, eljárásjogi cselekmények, és mehet a kényszerintézkedések, és ezt is színpadra visszük. A program során a fiatalok átélik, hogy egy rossz döntésből milyen súlyos következmények lehetnek, akár jogi, akár lelki, akár pedig testi oldalról. Az országos akcióba a helyi erőket is bevonták, így a komáromi kapitányság, illetve az önkéntes tűzoltóság is csatlakozott a kezdeményezéshez. A programnak három célja van. Egyrészt a bűncselekmények és iskolai erőszak csökkentése, másrészt a pályaorientáció, illetve harmadlagos célja a szervek közti együttműködés erősítése.
Jelen pillanatban itt a programban ugye egy pályázat keretén belül juttattuk el a programot a Komáromba, és nem csak maga a komáromi rendőrkapitányság, mert éppen a, ugye, Alapi Gáspár iskola csatlakozott hozzá, hanem éppen a szakképzési centrum, hanem mellett a komáromi önkormányzat is benne van ebben a pályázatban, és igazából ők is jelen vannak. Ugye korábban ez úgy lett volna, hogy ugye az egész több intézménynek is meg lett volna szólítva, több intézmény diákjai is meg lettek volna szólítva, de sajnos közben jött a járványügyi helyzet, és amiatt nem lehetett ilyen veszélyhelyzet tekintettel, nem lehetett olyan nagy plénum előtt megcsinálni a programot. Egyébként hozzáteszem azt, hogy a biztonsági őrnek, nem van a kocsiba, ugye a hölgy lehet látni, ha nem vagyunk bekötve, és még vagyok egy 80 kilós átlagos fiatal, és megy 50 km per órás sebességgel, ugye akkor lendületet számoljuk ki, 4 tonnányi erővel repül előre. Tehát én a baleseteimnél, ahol voltam már itt helyszínen, láttam már olyat, amikor készfej rajta volt a kormányon, a test pedig az árokban. Lövöldözés, füstbombák, lázadó fogva tartottak, kutyás üldözés, közlekedési balesetek, lángoló autó, drámai pillanatok. Ez mind a Reakció Roadshow. A show kifejezés a legkevésbé sem túlzó, hiszen a keddi nap eseményén nem csak előadásokat hallhattak a diákok, hanem akciódús bemutatóknak is részesei lehettek. Ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a jövőben még szélesebb körben szeretnék népszerűsíteni a programot.